Ez már a része. Aló. Igen, megérkeztem a helyszínre. Igen, igen. Hogy micsoda, hogy fegyver van náluk. Hello! Jó, hogy ez lenne a fegyver? Vérem. Ez is az anyát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, elegem! Összegyűltek a tisztelt tanúk. Maga is jó. Örvendek neki. A Ludas Matyi Döbrögi ügyben jöttem nyomozni. Maga hallott valamit felőle? Nem? Felvastok, ki az a Ludas Matyi? Apa! Nem tudja, hogy ki az a Ludas Matyi? Nem. De vagy ki előtt. És te tudsz valamit? Értem. Semmi. Maga sem tud semmit? Jogában elhallgatni. Te tudod ki? Ú, de jó. Végre van három valaki. Na, ki az a Ludas Matyi? Ülje be, mi voltam. Megállok most. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A Döbrögi Ludas Matyi ügyben jöttem nyomozni. Én már tudom. Nyomdászni! Nem nyomdászni! Nyomdászni! Nyomozni! Nyomozni! Valaki hívott maguk közül. Én hívtam, hogy eltűntek a libáim! Hát, de én nem a libákkal kapcsolatban jöttem, hanem a Ludas Matyiról kérdezni, hogy mi van vele, vagy úgy. Nem, a libáim tűntek el! A libáim! Fogok gyűlőre jutni. Ellopták őket. Ellopták. És tud valamit Döbrögiről esetleg? Ki ő? Szerintem az előbb a csirkebőrgöt. Én azt hallottam, hogy a Jóskát megint egy nővel találták a szolgálatban. Na ott sem volt Zaki, uram. Mit az ott volt ez a Zaki? Nem arra vagyok kíváncsi. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi van Ludas Matyival és Döbrögivel. Kíváncsi? Ki olyan öreg lesz? Melyiket keresi meg a Döbrögivel vagy a Ludas? Ludas Matyi! Ha nem mondanak... Az a Ludas, mindig az a Ludas. Nem, libák csendben maradok. Különben megbérincselem. Tehát akkor nem tudnak semmit a Ludas Matyiról. Hát ez nem hiszem el. Na, viszontlátásra! Papa! Thank you.
sírunk is tökéletes. Elment! Látjátok? Itt hagyott ő is, mint az apjuk! De, lásd meg! Mondtuk neked, hogy nem kellene ilyen hosszú pórázot tartani, igaz-e? Úgy, hogy jó beszél. Mi megmondtuk. Nem álltott volna ennek a kölyöknek egy-két mogyoró a vesző a fenekére? Szóltunk időbe. Mondtuk. Valakit látok. Hagyjuk! Mit? Mit? Igen, is. Krapsz a felé, jó? Sőt, gyere ide egy kicsit. Fogd meg a lábamat alulról. Fogd, gyere, hajolj le. Várj, várj. Jaj, a fejemet! Vigyázzál! Huszonötöt mérni rá! Még hogy nekem három máriás egy lúz, majd kifizetem én, ami jár. Húzzad rá a 25-öt! Szám! Megvolt a 25? Nesze te paraszt! Megkaptad, ami jár! Most már húzd el innen az írhádat! De minél hamarabb! Ide figyeljen, nagyságos uram! Jegyezze meg jól a nemet! Lúdas Matyit veretett meg! Kinek lúdjait ellopta! És nagyon vigyázzon, mert háromszor csapatom élet magán vissza. Hallod ezt? Nevessél te is! No. Még hogy engem háromszor, engem Döbrögi Dániel! Na, mi van? Miért nem nevet? Nevettek én! Nem hallom! Te is szeretnél 25-öt kapni? Na, hát akkor neves! Nevettek! Asszonyok is nevessenek! Mindenki nevesen! Na, akkor! Gyere, kapja fel az öletbe, mert tudod, hogy nehezen mozgok. Jujj! A lábamra vigyázz, tudod, hogy... Na, kiújul a csiszijászom, de egy kicsit rengesíron szoktál. Gyere, vigyél el hátra, vigyél el, az jó, ha meg se kérdezel. Vigyél el! Elment, mint az apja! Mi, Matyik, könnyen lehet elgondolni, hogy anya háza felé képesen fordult? Búgva morogra elment földetlen földekig, és elvitte magával a bosszúállás lelkének is ördögi mérgét. Elment Isten ágya. Adja is ki neki, menj már! Adja ki neki! De ettől védje meg! Ami még a medvénél is veszedelmesebb. Figyelem, figyelem! Óriási szenzáció! Itt látható egyenesen a havasokból a picúr, gyere már elő. Na. Itt látható egyenesen a havasokból a táncoló medve. Urs Danzator! Gyere már, engedd el a kezemet. Gyere már ide, na. Na, azért, hol van? Ha, baj van, egy önként jelentkező valaki. Nem ti, libák! Libák csepp! Valaki? Valaki? Ah, látom, van egy önként jelentkezünk! Szervusz, gyere! Gyere bátran a nagy tapsot a legjobb! És van egy olyan dal, hogy táncolj medve, ne állj meg,
mert az Isten benne. Táncolj meg benne, állj meg, mert az Isten benne. Sok volt a reggeli pálinka? Táncolj meg benne, állj meg, mert az Isten benne. Táncolj meg benne, állj meg, mert az Isten benne. Táncolj meg benne, állj meg, mert az Isten benne. Akkor tessék, kérem szépen meghajolni a közönséget. Szépen. Úgy. Gratulálok, helyet tudom. Hajj! Irány! Menjék! De engem ne hagyj itt! Jaj, de jó, ide valahova az asztal sarkára ültem. Jaj, ne ott ott szúr! Jó. Na, tulajdonképpen a névnapomra, ami nem sokára eljön, gyere ide, barátom. Ami nem sokára eljön, szeretnék egy új kastélyt. Érthető? Érthető. Tehát akkor tessék szépen építkezni. Ott a tégla, lehet rakodni. Én addig ide lefekszem. Várja, segítek egy kicsit addig, amíg alszik. Na, várja. Hát ez nem a diszkóalból, hogy szétszedve. Ez nem lesz jó. Milyen kastély? Ez már a kastély. Más nem segít! Nincs több emberünk, ennyit állnak. Hajjaj! Nézzen csak körül! Aha, látom. Én mindent látom. Én akarok segíteni, nem tudom. Tudom, hogy nem vagy fekete, de van kedved fekete munkásnak lenni? Oda nélkül bármi. Na, akkor tessék. Na. Akkor, az ide, ne dolgozunk a gyavak. De tessék parancsolni. Na, majd megerősödj. Lesz még egy erdedén. Na, várjál. Adok egy kis erősítőt. Na, gyere. Segíts. Úgy, na! Csoda turmixú iszter. Tényleg segít? De még ennyit? Van még kő? Mi? Kő még? Nem kő még, kő van-e még? Itt van, minden itt van. Ezt én elviszem az egészet. Azt a mindenit. Ezt nézzék. Ilyen erő, várjál, kiúrjul a csiszviászon. Csiszviászon már rég vége. Na. Hát ez valami. Hát nem tudom, mi lesz ebből? Valami. Kémény? Kemény. Igen. Kemény? Hát borom. Mit csináljunk? Nem tudom. Ketchupot. Szerintem ezt neki meg se kéne mutatni. Nem tudom. Nem vagyok szakértő. Hát, szerintem jó lesz? Hátulról. Jó. Kicsit dű. Jó, hát egy kicsit. Fúj a szél. Na, várjál. Keltem itt. Rá esik a csőkétre. Nagyságos úr! Na, végeztem a munkám? Ha minden itt neki! Hú! Jóféle ez a nőre, pakoljál félre, jó? Na. Na, hát elkészült a kastély! Ezt ki csinálta? Te csináltad? Nem, én csak itt botorkáltam. Gyere csak a dalja. Gyere ide, nem bántam, hogy gyere. Nem volt semmi papírról. Itt vagyok! Miért jársz ilyen görbe? Nagyon. Öreg vagyok is. Elfáradtál? Rengeteget dolgok. Na jó, akkor kifizetlek, jó? Jó. Vatikáni valutát elfogadsz? Bármi. Akkor az Isten fizesse meg. Fáradj a helyedre, nagyon nagy tapsot az úriember. Döbrögének új kastélya épül, kívül belül magasodik, szép táncolj.
ide egy kép, oda egy szeg, ahogy nézem, nem lesz ez szebb. Jaj, az eget el nem éri végül, a nyakamnak mi lesz fejem nélkül? Ledül folyton, ami épül, ez a kastély el nem készül elég. Nem fizetlek ki érte. Na de kéne egy ács. Az valahol nincs esetleg? Látom, hogy füstös nagyház helyére azóta pompásabb palota újabb ízléssel emelte. A falak fel van már építve, de a fedeléhez még faragatlan fák vagytak felhalmozva lakásra. Meg lesz öbrögi verve. Micsoda? Jó napot, hozd már ide azt a jó embert, meg kérdezzük meg ki az mi az. Itt van. Buongiorno, hi, Pazno. Micsoda? Buongiorno, hi, Pazno. Érted maguknál így közben. Jó napot kívánok, Döbrögi Dániel. Jó napot. Döbrögi Dániel személyesen. Hát maga meg kicsoda? Én lenni Talján Ács. Milyen ács? Talján Ács. Te értesz valamit belőle, amit Makó? Ez a Talján. Úgy hallottam, hogy itt híja van a tető szerkezetépítéstek. De jól hallotta, Meister uram. Ja. Na, jöjjön már ide, bocsánat. Na, figyeljen már ide. Volna kedve elvállalni ezt a tetőszerkezetet? Ez attól függ. Mitől? Mennyi kerül a zsebembe? Hát azt majd megtudom. Jaj! Akarom mondani, szívesen megépítem. Na hát azért. Na. Hát akkor kezdjünk is neki, nem azonnal. Na de hol? Hol van itt fa? Hát, hol? Mi az, hogy nincs itt fa? Hát nézze meg, mennyi fa. Itt egy fa, ott egy fa, jó pofa. Jó pofa? Na, várjunk. Na, várjunk. Jöjj, álljon fel maga. Álljon fel. Úgy, nézzük meg. Tegye szét a karját. Az lesz az ága a fának. Nyissa ki a száját. Egy kicsit odvas. Egy kicsit odvas. Hát jó van, na van ilyen is olyan. Na jó, jöjjön egy másik. Jöjjön maga, hadd nézzem. Egy kicsit csenevész. Mi az, hogy csenevész? Nekem grandiőző fa kellene. Hát nincs elég fa. Ön pont jó lenne erre a célra. Na, de várjon. Tőgyeldőt mondod. Tőgyeldőt, hát hogy mondod? Nem, bocsánat. Na jó van, jó lesz az őszjuhar is. Jó. Jöjjön. Nézzük meg. A két kis facsemete leülhet a helyére. Ide álljon maga elém. Úgyni. Na, meg kell nézni hány őr. Mi az, hogy ő? Hát megölelem, nagyon szívesen. Körbe kéne ölelni? Na várjon. Hú, ez elég vészes, inkább forduljon arccal a közönség felé. Segítsen! Na, egyől, kétől, egy ötről. Úgy. Na, mi történik? Egy kicsit szorít a derekom, egy kicsit szorosan ölel maga. Így mérjük meg, ez a mérő. Na, de mérjen feszesen, hát kicsit hulladozom. Hát így lesz fontos a mérés. Hú, ilyen közel még sosem voltunk egymáshoz. Nem baj, ide fekszem egy kicsit. Na, meddig tart még ez a mérés? Na, de... Figyeljen csak ide, Döbrögi uram! Elég nehéz a fától, nem lát. Nem vagyok én, uram, Ács. Jó. Segíts ki. Ludas Matyi a becsületes nevem.
Kit megcsapatott 25-ször? Ez az, aki... Libáit elvetett. Elvetette, igen, jó. És most magán ezt először. Ne csináld el. Júdás Matyi veri vissza. Valahogy meg tudjuk ezt beszélni, nem kell ilyen módon, nem kell a verőzni. Ki lenne Ludas Matyi segédje? Jöjjön ide. Aliba, maradjon a helyén. Jöjjön ide. Jöjjön ide. Na jó, gyere legény, és Döbrögi uraság fenekére 25-öt húzzon! Csak olyan csinyán a botocskában, jó? Csak olyan finoman és szépen, akik a egy, kettő, három, négy, óvatosan, tizenkettő, tizenhárom, tizennégy. Gyere ide inkább. 15. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, elég! Nagy tapsod a fiatal emberre. Jó! Jaj, bocsánat, gyere, sírja vállamon! Jó, jegyezze meg, uraság, hogy még visszajövök! Nem kéne, nem akarom. Megpróbálsz velem kivándorolni oda hátra. Nagyon megköszönni, Meri. Ha ez tangó, ez nagyon szeretem, ez jó tán. Ta-ta-ra-ta-ta-ta. Ta-ta-ra-ta, jó. Azt hallottam, hogy Döbrögi megbekeveredett, és egy jó módú germán orvos érkezett hozzá. Jaj, mi lett a vége? Talán egy haramja volt. Ha jó Isten se tudja. Beöltött be doktori gúnyába, de mi következett utána? El se tudjátok képzelni. Menj már innen. Jó, nem kell félni, Döbike. Döbike? Szépen megágyazom neked. Szépen. Úgy. Na szépen. Jó, bocsánat. Hogy tegyük? Talán így. Aha. Jó. Új, ez csúnya. Így bizony. Jaj, na bocsánat. Na, indulok rajta! Guten Tag! Guten Abend! Alte kamerade! Bon, oh! Mi a baj? Mondja, mi a baj? Látja ki a száját! Látom, mi a baj? Fáj a lába? Azért rakta föl? Nem. Na magának mi a baja? Ott fáj a térde. Kézrágyógyításra gyógyítjuk. Kézrátétele gyógyítjuk. Magácskának mi a baja? Semmi. Doktor úr. Fáj a foga. Figyeljen már. Egy vésőt kérek ide. Jó napot. Figyeljen ide. Jöjjön már. Itt van egy beteg. De, jaj, ez elég nagy beteg. De jöjjön velem kérem. Egy ide kicsit bemüljön ezt a tanulási főt. Jöjjön. Nem a tégla a beteg. Nem a tégla. Ön a beteg. Nem, doktor nem úr. Nem jövelik gyorsan a szakád a hazabaj. Vagy önnek túl sok foga nőtt? Nem! Hadd nézzük! Magácska! Nagyon jó egészségnek örvend, úgy látom! Őrizze meg! Doktor úr! Jövök! Elszólítom kötelesség! Látom! Itt a beteg! Vége? Itt a... Vége? Nem, neki nincs vége! Ki fut? Bocsánat, egy kicsit rosszul van. Elkaptam!
valami nyavaját. Nem lesz jó. Engem ide hívattak, kérem, hogy valami nagy beteg. Hát ség van itt, ami ismeretlen eredet. Doktor úr, most hagyjuk az okoskodást. Fáj! Én lenni felcsen. Nem érdekel, hogy maga kicsoda. Nem érdekli, jó? Rendben, hagyd nézzem, hol fáj? Itt. Nem ott fáj, ott nem fáj most. Nem, a tüdeje, tüdeje. Nem a tüdőm beteg, szúr az oldalam. Nézzük meg, ott szúr, nézzük meg. Félek a tűtől félek, nagyon nem tegyük el szépen oda. Na jó, hát akkor, hadd nézzük. Itt van! Jaj, az igen, ott fáj, nagyon jó, tapintatos doktor úr. Mondom, a tüdeje. Nem a tüdőm, hát a tüdeje. Na jó, nézze meg. Mi? De nézze már! Hát nem doktor maga? De ilyet még nem láttam én. Azt el is hiszem. Olyan nagy beteg vagyok, hogy nagyon nagy beteg. Ez már biztos, hogy halálos. Micsoda? Ne csinálja már velem ezt, doktor úr, valahogy valami hálapénzt, majd valamit adok. Hálapénzt. Gyógyítom. A mai világban, amiért még engem is megbüntethetne. Doktor úr, tegyük félre az ítéleteket. Térjünk a lényekre, mi kell, hogy meggyógyuljon? Én elmondom, hajdu, jöjj. Hajduk, ha nem hallod? Füleden, gyere ide meg! Hajdunk. Nem oda, ide! Füledet hegyez? Hegyez a füledet. El kell menni az erdőbe. Beszerezni kék turboját. Micsodát? Kék turboját. Kéki boját az szerezzél. Kék turboját! Turboját. Na! Segítsenek a gyerekek, anyukák, apukák. Nem. Hogy? Mit tudnak szedni gyógynövényeket a mezőkön? Ez a szép szál legény. Szép szál. Na mi? Kamillá. Kamillá. Nagyon szeretem, ilyen nagy. Na, a döblögi. Na. Nem a Kamillá. Ismételje, hajtuk. Kamillá. Kamilla. De ne a női szemét hozza ide, hanem növény alakban szeretném látni. Aztán mi, ami még gyógyító erővel bír? Hallja! Hát a házi pálinka, de... Házi... Az kéne, az! Miért nem ült bele, kedves Döbrögi uram? Hát ne haragudjon, de ahogy az embereket ismerem, nem beleülnek a pálinkába. Magának az használt volna esetleg? Na jó. Na! Kutyabenge-vakarék! Kutyabenge-vakarék, megjegyeztem? Mindegyikből 10 marék. Jó. Ismételje, hagyd uram! Kutya, benge, vakarék! Mindegyikből? 10 marék. Így van. Kutya, benge, vakarék, mindegyikből 10 marék, meg egy kis kürtös kalács marék. De azt majd... Kürtös kalács marék! Jó, mindegy, doktor úr! Gyógyítson már meg végre! Na jó! Hadd nézzem! Na nézze, ott. Hajd uram, vonuljon na, el! Na, menj el, még itt állsz! Irány kaszálni! Egy kettő! Jaj, de jó lesz az a kis gyógyfürdő! Előtte egy kis... Nézzük csak, mi jó, szól ehhez! Nagyon jó, akupunktúrás kezelés! Igen! Jaj, de jó, erős keze van, Meister uram! Na, fordíts, azaz! Jó. Nem vagyok én, uram, felcser. Hát azt látom. Hanem Ludas Matyi, a fenehette volna meg a nevedet. Akit maga megcsapatott. Ludait elvitte. Ne bántson, ne kegyelmet meg! És aki megfogadta, hogy magán ezt háromszor csapatja vissza! Na most már beadhatja az érzéstelenítő.
Arra már nincs szükség. Jaj, nekem jújjújj. Most jön. Maestro Music. Maestro Music. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Kilenc. Jó! Segítség! Valaki segítsen! Hát hol van most az a vérnyugat? Segíts! 17! 18! Jaj! 20! Nem! 21! 23! 24! 25! Jó! De ne felejtse, hogy még egyszer visszajövök! A viszontlátásra, Döbrögi úr! Csak kerülj a kezem közé, majd megbánod, te ludas! Na jó van, ne izgass fel magad annyira. Jó van. Hú, ez csúnya látvány. Énekelj! Nem akarok. Énekelj! Tudod, hogy megnyugtat. Jó van, jó van. Na. Don't worry. Nem ez! Jó, a szomorú nót. Igen az! Jó, jó. Mit énekeljek? Mit énekeljek? A kedvencemet! Jól van, jól van, jól van. Azt mondja, Svédország most gyászba van. Svédország most gyászba van. Svédország most gyászba van. Döbrögi úr halva van. Mit beszélsz? De oroszlán szíve kevésnek volt. Lesz. Van. Visszapokozza, ami goromba csapás vett a zabolátlan erőtől. Megvan! Megvan a tettes! Na jó! Köszönöm Mátyás uram a segítséget! Megvan a tettes. Zömrögi úr, letartóztatod magát. Ó, oh, oh, yeah. Ne! Ez nem, mert nem volt az. De hogy nem? Nem, mert nem láttam, mert fáj. Hát, fáj neki, de hát Matyinak is fájt. Nem, mert nem ő. Nem ő, mert láttam. Mert láttam Ludas Matyit. Ezt már bízzuk a Matyira. Matyi! Igen? Végrehajtod az utolsó verést? Végre! Na hát, én is így gondoltam. Tudtam én, ha nem ő. De ő a tettes! Na jó, na. Ez meg micsoda? Hát a doktor! Ludas Matyi! Ludas Matyi doktor! És még, hogy nem bűnös, aki szerezik, ez igen? Köszönöm! 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 Jó. Ludas Matyi uram, jöjjön! Eltűnt a Matyi, nem láttátok valahol? Na jó van, lehet, akkor mégis elengedjük, jó? Jó. Na jó van, elengedem, egy feltétele. Jó, jó van, mindent bevallom. Ó! Na, mi az, Döbrögi? El szeretnék menni a vásárba. Hát, na jó van, elvihet le. Ó, kezi, csókolom, nagyságos asszony. Csókolom a kezét. Jaj, majd beszélünk, majd. Jó napot kívánok! Milyen portékát árulnak? Saláta? Papája.
papája meg mamája, igen. Szőlő. Szőlő. Igen. Alma. Milyen fekete alma az? Hát az már nem kell, az már romba. És mennyire adják darabját? Két krajcát. Két krajcát. Következő. 15 krajc. Ez igen, igen, igen. Mm, és a saláta? Az 10 krajc. De magának a felét is. Nekem nem kell a fele, nekem egész kell, sőt, úgy, ahogy a rangom megkívánja. Na, ne csináld többet, én ne rosszalkodj többet, kérlek. Ha nem akarsz, Matyitól még egyben is. Majd azt én eldöntöm. Jó van, jó. Adja ide ingyen mindet. Micsoda? Ne, többet, ne. Jó. Na, tegye szépen bele a kocsárba, köszönöm szépen. Emberek, emberek, ott látom futni Ludas Matyit utána! Ha? Mindenki, utána, hajdú! Na, ne kapjál itt nekem, fussátok! Kapjátok el! Na, legalább nyugodtan összeszedhetem a mamája, meg papája. Ó, de jó lesz kalapnak ez. Nagyon jó. Na csak szedjed, öbrögi úr! Szedem, szedem, hát salátát szeretnék majd estére csinálni, itt fogunk egyet. Estére! Szépen, szépen. Bizony. Igen, igen. Nem ismert fel, Kend uram. Jaj. 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 Ki vagyok? Ne. Te vagy a Lululu. A Lulu. Lulu. Tudod, Matyi! Azan! Gyorsan feküdjön fel! Én mondtam, hogy nem kéne rosszalkodni. Mert megyek is a botomért! Viszontlátásra, én már ennél a jelenetnél nem maradhatok. Ez már nem az én dolgom. Már egy következő ügy. Úgy kell, Döbrögi uram, hogy eljött a harmadik verés ideje. Nem akarom! Na de... Kijelentkezik erre az utolsó verésre? Kijelentkezik rá, mondjuk maga? Jöjjön! Jöjjön! Úgy! Fogja meg! És? Ó! Hát az ez egy csedevész ütés. Így üssön. Egy! Halljuk! Kettő! Három! Négy! Öt! Hat! 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A büntényt maga Döbrögi Dániel követte el. Nézzük! Meg egy kicsit a helyszínt. Mi történt? Az árusok merre vannak? Mi történt? Nem tudom. Döbrögi el akarta lopni a tornát. És most sem bűnök? Nem! Micsoda? Tudod, Matyi, van egy lövéses. Mit dobod el? Na ide figyeljen, úriember, hogy tegyük tisztába a dolgokat. Én árultam, igaz, anyám, Ludai? De jó anyám! Jó anyám, most bocsánatot kérek, hogy elvittem a Ludait, amit nevelgetett. Na, néha még meg is sívogatta őket, látsz? Aj! Jól van! Kérem, vegye le a bilincset. Miért? Van egy kis mondandóm. Én tehetek mindenről. Az én... Szívem jégből volt, de te vagy Matyi, aki felolvasztott ezt azért egy kicsit tegyük félre. Kérlek szépen, legyünk mától jó barátok, élvezzük ki, amíg lehet itt Svédországban,
És remélem, hogy megvan még az a pár csirkecomb, amit eltettek ebéd. Úgyhogy én is köszönöm a tanítást. Kezet fogunk rája. Igyunk rája. Így van, meg a mélytengeri rája, az is finom, igen. Na, hát akkor... Tanuljuk el közösen. Nem vagyok én. Senkinek sem a dúsa, a dúsa. Él még az én feleségem, édesanyja, édesapja, meg annak az anyósa, anyósa. Fél kutya fél, míg az ipa ma pamél. 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 Ezennel lezárom. Várjatok, még volt egy medve is, ki volt? Ki volt az az ügyes medve? A táncoló. Gyere ide. Jó, a táncoló. Húzz táncedon. És ezzel kérünk egy fotót készítettem. Várjál. Kérünk egy fotót. Ki segítkezett még esetleg? Én is segítettem. Igen. És a fa. Fekete múzás. Akarok beszélni a nyomozó urammal. Gyertek, álljunk közszép. Csak itt van a téglarakás. Még a ludakat emeljétek, hogy látjátok, ne magatok felé, csak így. Úgy. És csíz! Bence, csíz! Nem tudom, hova nézek. Ide hozzám! Köszönjük! Remélem, jól szórakoztak. Aki most először járt bábszínházba, remélem maradandó élmény adni, és a viszontlátásra következik. Egy pillanat türelmet, még mindenki maradjon a helyen. Még a libák is. Igen, a libák is. És a kedves művészek is. Hát ezt vissza vegyem le, jó? Visszaalakult a támogat. Az alakváltó. Van nekik egy kicsit egy kis ajándékunk nektek. Hogy szeretnénk megköszönni nektek, hogy itt voltatok, eljöttetek hozzá, és egyébként szép több vállalás, és együtt játszottunk. És az idei évben volt az egyesület 30 éves, ebből a jubileumi alkalomból összítettünk egy azoknak, akik ezen a rendezvényen részt vettek, és ebből is kaphattak egyet, hogy emlékezzük rá. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Büszkén fogjuk mutatni ott. Én a Somit, nagy tapsot neki! Köszönjük szépen!
és remélem még találkozunk. Vagy otthon, vagy itt. Ha járnátok nálunk a Rákóczi táborba, Sátoralja ujjaján, mindenféleképp szóljatok nekünk, és akkor még szóval kedveskedni nektek. Igen? De jó. Ott van hozzánk nagyon közel Sárospatak és Sátoralja ujjaj, 10 kilométerre van egymástól. És most ott van egy üveghíd, a tábortól nem messze. A most Európa leghosszabb függőhídja, úgyhogy majd átmegyünk a sétálni. Majdnem egy kilométer, 750 méter hosszú, oda-vissza az meg. Nagyon jó kis túra. Köszönöm szépen a figyelmet is. Én is szerettem volna pár szót, nem szeretném rabolni tovább az időt. Rövid leszek, tömör. Én most értem át az első repülésemet. Igen. Majdnem lekésted. Lekéstük. Hallottunk valamit. Igen. Köszönet ezért és minden másért Csilla néninek, úgyhogy nagy tapsolat. Köszönet mindenkinek, aki ezért a szép napokért, ezekért a szép napokért dolgoztak rengeteget, nekik is nagyon nagy tapsot. És én pedig köszönöm nektek, akik itt jelenlévők, mert úgy érzem, hogy számomra most Svédország egy nagyon nagy szerelem lett. Itt szeretnék élni. Úgyhogy köszönjük a veletek költött szép napokat! További jó szórakozást kívánunk! Következik a workshop. Nem a vacsora. Jó. A vacsora után, amint besötétedik, hogy a legkisebbek is láthatsák, ma is lesz egy tűzshow. Ma is? Igen. Van, aki lemaradt az egy napról, és ezért a besötétedés után fogjuk a...